Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, megint csak focis videóval tértem vissza. Céronál duplával tért vissza, az Emú simán nyert, Manchester United simán megverte a Newcastle csapatát. Az, hogy simán nyert a United, az önmagában nem lenne nagy szenzáció de még a 4-1-es siker se. Hanem az, hogy Cristiano Ronaldo rögtön az első mérkőzésén, mióta ugye visszatért a Manchester United-ba, megszerezte első góljait. Ugye az első gól egy, egy kipattanó lövés, vagy egy, egy lövés után, ami a kapussal kipattant, vagy visszapattant, úgy értékesítette. Lehet erre azt mondani, hogy szerencséje volt, meg ilyesmi, de ezek is olyan dolgok, hogy ott kell lenni. Ronaldónak a dinamizmusa, a nem is tudom, hogy mondjam, mi erre a jó szó, a játék intelligenciája, a helyzet felismerése, azok baromira kellettek a Manchester Unitednak. Ugye a második gólnál meg ugye már nincsen kérdés, tehát az abszolút egy akciógólból született. Tehát kellett ő, úgy érzem, hogy a Unitednak, és most lehet az, hogy ez a Manchester United elérheti szerintem legalábbis elérheti azt a célt, amit már évekkel ezelőtt el kellett volna érni, csak mindig hiányzott valami. Ugye a kapuban ott van egy Dehea, rendben ő egy eléggé megbízható kapus, nem is ezzel volt a baj. Védelemben ott azért voltak, volt ugye átjáróház. de most Rafael Varan is ugye Manchester United játékos lett, ott a középre ő is nagyon kellett, Megvájör végre talán kezd magára találni. Pogba az, hogy most ott van Ronaldo, lehet, hogy ott tudnak majd együtt dolgozni. És az, hogy Bruno Fernandes is ott van, hát ő ma ugye korábban bizonyított, ugye az egész tavalyi szezon mondhatjuk azt, hogy helyek közelő tartotta életben a United-ot. És most, hogy így ronaldo kiegészültek, én szerintem most már tényleg bajnoki esélyes lehet a Manchester United. Közben azért megnézem, hogy milyen eredmények születtek ma még. Manchester City is nyert, Chelsea is nyert végül. Nézzük meg, hogy a tabella az jelen pillanatban hogyan áll. Manchester United vezet, ugye a Tottenham kikapott, és ez tök érdekes, hogy négy mérkőzés, három győzelem, egy vereség, és három hármas gólarány. Ugye egy nullával hozták a, a, mérkőzéseket, és most kaptak egy laza hármast a Crystal Palace-tól. Azért az szép. És a Manchester United 11 rúgott gól és 3 kapott gól. Úgyhogy ez az azt jelenti, hogy a united azért most tényleg úgy néz ki, hogy ráéreztek valamire. Én nagyon remélem, hogy nem csak a bajnokságban, hanem a, a bajnokok ligájában is ö, ö, sokszor fogjuk ö, hallani Ronaldo nevét a, a gólövők között. Meglátjuk majd, én bízom benne. Szerintem ez lehet a nyár, így a nyár legjobb igazolása. Mert ugye ez még azért azért még idő kell. Mondom, persze az, hogy a Newcastle United-et megvertek, ez önmagában egyébként annyira nem szenzáció, még a négy 1 se annyira szenzáció. Az, hogy Ronaldo két góllal tért vissza, az viszont mindenképpen nagyon jó. És nyert az Arsenal a Norwich ellen. Hm. Ezúton is gratulálok nekik. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!